ebben mindenki az előadóra figyel. Ugye egy középiskolába ezzel is kívánni kéne, hogy nem bemaradnak a visszatérődések alatt. Úgyhogy most menjünk tovább, és a következő előadót üdvözlöm, aki a agilis szoftver fejlesztés gyakorlati tapasztalatáról fog beszélni. Úgyhogy hallgassátok szeretettel! Üdvözlök mindenkit, Juhász Márton vagyok, és az Integrál Mission-nél dolgozom, mint programozóból elfogadott projektmenedzser, meg azért még programozó is azért elég sokszor. Mielőtt még elkezdeném, szólnom kell nektek, hogy az előadás után lesz majd a közös fényképezkedés, úgyhogy senki ne fusson sehova, hanem majd ahova a fotós kolléga vezet minket, oda kell menni egyszerre. Illetve még mielőtt nagyon belevágnak a közepébe, előfordulhat, hogy is ezek nagyon rossz, az előadásban nagyon lassan beszélek, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a lényeggel fogom kezdeni, amire igazából ki kéne jutni a legvégén, ezt most elmondom. Amit igazából így két éves agilis fejlesztés során megtanultam, azt nagyon-nagyon jól és pontosan leírja az agilis manifesztó. Ezt nem én találtam ki, hanem már annál sokkal okosabb emberek már valamikor évekkel ezelőtt megírták, és amit majd szeretnék kiukadni, hogyha sikerül, akkor az igazából az, hogyha bármit szeretnénk a folyamatainkon változtatni vagy módosítani, akár a fejlesztést, akár az ügyfélkapcsolatot tekintve, nem járhatunk hosszú úton, hogyha az valamennyire megfelel ennek az agilis manifesztónak. Igazából ennek van egy magyar verziója is, csak ez az angol, ez sokkal egyszerűbben és jobban beírja, amit szeretne mondani. De sajnos a link az most nem látszik, ott magyarul is megtalálható. Egyébként agilemanifesto.org, és akkor ott ez le van írva pont ennyire. És hogyha ez így nem volt elég, akkor tovább is megyek és elmondom, hogy hogyan jöttem odáig, hogy ez tényleg nagyon működik, és ezt érdemes figyelembe venni. Szóval, amiről igazából beszélni szeretnék, hogy az elmúlt két évben egy ügyfélkapcsolat során miközben elég aktívan alkalmaztunk agilis módszertanokat és agilis fejlesztést. Igazából én ezeket hogy éltem meg, hogyan változott a munkamenet, hogyan változott maga a fejlesztés a kapcsolatos felfogáson, és igazából maga a fejlesztői csapat működése is. Amit igazából tudni kell, hogy két évvel ezelőtt, amikor ez az ügyfél megkeresett minket, akkor a cégnél összesen 4-en dolgoztunk, akkor ez egy elég nagy ügyfélnek ígérkezett, és ez be is vált, és igazából elég nagy szolgálóta is velünk dolgoznak. Annyit kell róluk tudni, hogy ők egy műanyag ingatlan ügynökség, és amikor megkerestek minket, akkor volt már nekik 3 működő Drupal 6-os szájtjuk, amik tényleg működtek, nem lehetett, rengeteg tartalom volt ott, és igazából hozták nekik az üzleti elvárásokat, de azért már látták azt, hogy valami nem teljesen oké, és valamilyen ebbe kéne ezeket tenni. Ami végig később időben kiszállítok, hogy igazából elég sokan fejlesztették korábban, viszont nem volt nagyon megszervezve a fejlesztés és a szájba hitekülő, ezért igazából mindenkinek lehetett ott látni, amit egy nagyon régi legacy projektban az ember felvehet. És hát ugye jött az első alapvető igény, hogy amit már most is látnak, hogy lassú a száj, ezért kéne Drupal 6-ról Drupal 7-re átvételni. Aztán ugye elmondom nekik, hogy igazából az, hogy ők nem akarnak Drupal 7-re átvételni, hanem ők csak egy gyorsabb szájtot szeretnének, és erre nagyon jól ráismertünk, mert így akkor elkerültünk egy nagyon hosszú, igazából végét nem látható Drupal 7 update fejlesztést, helyette viszont belenéztünk a kódba és a szájt architektúrába, és azért szerencsére találtunk elég sok minden, amit gyorsítani lehetett később. Szóval meg is döntöttük, hogy akkor majd teljesítményt fogunk elvíteni, és akkor dolgozunk is, csak hát megjel a kérdés, hogy hogyan.
szájtjait, tehát ugye mi azt egyáltalán nem ismertük. Ők ismerték a piacot és az üzleti igényeket, és ezt kellett valójában összehangolni, hogy azért működjön is a közös kis munkánk. Szóval alapból, ami ilyenkor valószínűleg mindenki így áll neki, vagy akkor az lett, hogy ők ügyelték igazából a munkát, és minden egyes fejleszték, minden egyes kis új feature-t, amit készítettünk, azt ők hagytak jóvá, azt ők tesztelték le, és ők mondták meg, hogy mikor mehet ki, vagy éppen mikor romlott el valami. És hát ahhoz, hogy ez viszont jól tudjon működni, kellett egy rendes development környezet is, mert ugye ez egyik abszolút nem volt. Volt egy éles szájtjuk, vagy három éles szájtjuk, és többnyire azt lehetett látni, hogy igazából ők néha ott kicsit ezek is bekapcsolnak egy-egy modult, hogy annak most jó lesz a funkciója, vagy sem, és ha nem volt jó, akkor esetleg ott hagyták. Viszont olyasmi, hogy development környezet, meg staging szájt, vagy ilyesmi jelent emlékeztek. Nem is beszélve a mezőkövelésről, ami létezett, mert ott volt a fájlok végén a kiterjesztés, hogy B1, meg B2, meg Peti.css, meg Júzsi.css, mint pedig tudtam, hogy nagyjából voltak korábban a fejlesztők. Szóval először is akkor az volt a nagy projekt, hogy akkor mind a három szájtot át kéne ültetni egy Git versiókezelőbe, és mivel ugye azonban engedtük meg, hogy ők fogják majd ellenőrizni meg a munkánknak, és ők adják jóvá, hogy egy fejlesztés az valóban elkészült, de ezért azt úgy gondoljuk, hogy majd feature bench-et vesznek, az minden egyes új igényt egy külön branch-be fejlesztünk le, és hogyha az már megfelel, akkor bemerzsöljük a masterbe, és kigyesszük az éles site-ra. Viszont ahhoz, hogy így tudjuk dolgozni, ugye azt kell, hogy az ügyfél tudja kezelni ezeket a feature bench-eket, amire ugye nem nagyon volt esély, mert ők alapvetően nem mobile fejlesztők, meg nem fejlesztők, hanem inkább menedzserek, és eszük ágában sem volt dupált, meg apacsot, meg más volt, meg egyebeket telepíteni a saját kis lokál közöttünkbe. Pláne nem akarták nekem ugye a Git-et, mert ugye nyilván erre nekik semmi szükségük nincsen az ő munkavégzésükhöz. Ezért aztán úgy csinálunk egy ilyen demo környezetet, ahol elnézést. Egy olyan demo környezetet, ahol ők tudnak akár bencsenként tesztelni egy fejlesztést, és ehhez akkor kellett egy Continuous Integration Server, amiből látható is tudtuk, hogy vannak Duke, meg van a Jenkins, meg ilyenek, de így kipróbáltuk, és azt mondtuk, hogy hát ez úristen, nem tudjuk, hogy van működik, és meg egyébként is jár meg ilyenek, úgyhogy az lett, hogy nagyoszosan írtunk egy saját Duke-ára optimalizált Stake Server vasban, ami hát egy nagyon-nagyon érdekes fejlesztés volt, és nagyon közel a szívemhez, viszont biztos, hogy nem csinálnám meg újra. De legalább megtanultunk mindent, hogy igazából hogyan kéne működni egy CI szervernek, és hogy miért nem fejlesztünk sajátot, mert igazából mire elkészült, addigra már minden félét tudott, amit a Jenkins sokkal jobban tud, és akkor már értettük, hogy igazából miért van szükség arra. És persze, ami még akkor csak egy vágyalom volt, hogy majd a konfigurációt is menedzseljük a szájtokon, mert ugye akkor még feature-szó nem nagyon volt, vagy legalábbis azokban a szájtokban abszolút nem volt features, és igazából még akkor is ismertük, hogy ez több mint két évvel ezelőtt volt. Úgyhogy nagyjából a config management úgy nézett ki, hogy ha nagyon egyszerű módosítás volt, akkor ezt beírtuk egy MD-fúzba, hogyha pedig olyan bonyolult, azt kellett, akkor megjegyeztük, hogy mit kell kattintani, és miután kiraktuk, egyszer a staging-re, utána összekattintottuk, miután kiraktuk másodszor, meg harmadszor, meg egyszer is a staging-re, akkor is összekattintottuk, és aztán az élesen is egyszer végül. És akkor végre elkezdtünk dolgozni. Ugye teljesen optimizálás volt az első feladatunk, és ezt sikerült elég gyorsan látványos eredményeket elérni, ez mindenkinek tetszett is. Ugye elsősorban fele volt jutokkal az oldal, úgyhogy annyit csináltunk csak, hogy indexeket tettünk a nagyon-nagyon sok gyakran használt fieldeknek a tábláira, illetve azokat a legfontosabb use-okat voltak a lehető leglassabbak egyébként, óriási adatmennyiségű dolgoztak föl, és akkor itt ezt megoldottuk annyival, hogy csináltunk egy saját agregált táblát, és abból kérdeztük fel igazából a dolgokat, és az use-em join-ot össze 25 táblát, hanem egy helyről kérdezett le mindent, meg persze
elérni, és mindenki boldog volt, és ezek után még, ha már sikerült gyorsnak venni, akkor kaptunk még egy nagyon nagy adag töpültetni új feladat, hogy miket kéne még módosítani, szájtom, miket kéne belepakolni. És ez jó is volt, de azért szenvedtünk is, mert mivel, hogy nem átvéreztünk a szájtot dupán hétre, és nem írtunk újra minden közül, nyilván minden az az összemúkott pot volt, amit korábban mások sokféle módszerrel, sokféle módon készítettek, és azért elég nehezen volt karbantartatónak tesztelhető, de igazából nem törtök ki a munkat szerencsére. És hogy ez pontosan nem is történt, mert hogy ez a szakasz, amíg ezt a fejlesztést csináltuk, ez igazából egy ilyen Scrum-szerű módszertan volt, kéthetes sprintjeink vannak nekünk egyébként is, és ezt alkalmaztuk itt is. És úgy nézett ki, hogy akkor összeírtunk egy megtolgott minden sprint előtt, hogy akkor ezt fogjuk megcsinálni, ezt adjuk át a végén. Ez néha sikerült, néha nem sikerült. Minden sprint végén nem osztunk. És azért kerül egyébként a Scrum, mert azért mindenkinek új volt egy kicsit még nekünk is, akkor az ügyfélnek meg felépen új volt. És azért rengeteg közben első kérdéseket is tudtuk, hogy ezt akkor most kell megcsinálni, és akkor így nagyon jól lehetett igazából tartani a szerződet eltervezett és nagyon nyugodt kis fejlesztési tempót. Illetve ami nagyon-nagyon dolog volt, vagy jó dolog volt, csak nagyon-nagyon nehéz volt alkalmazkodni hozzá, hogy ugye a különböző feladatok a sztori pontokkal értékeljük, hogy ez milyen ugyanúságú feladat, és a teljesített sztori pontok alapján számoltunk el az ügyfélekkel, egyébként máig így történik, ezt sikerült megtartanunk. Ez nagyon jó, vagy nagyon transzparens dolog, ugyanakkor nagyon sokat szenvedtünk, hogy akkor a bugfixekkel mi legyen a helyzetre, azokat nyilván nem szenvedtünk ki, hogyha mi valami hibát követtünk el, de akkor, hogyha arra adtunk sztori pontot, akkor nem látszott meg a saját esítmények, hogy igazából annyit dolgoztunk, amennyit tudtunk dolgozni, csak sajnos hibajavítások is voltak. Szóval próbáltunk egy ilyen nagyon sablonos számot bevezetni, és alapvetően azért sikerült is, de megvoltak a maga hátrányai. És innen léptünk tovább, miután ezeket az újabb módosításokat és egy nagyon sok módosítást átadtunk a TI szájtoknak, azon egy új projektet kezdtünk, de még előtte egy gyors összefoglalott szájt, elnézést. Szóval, hogy ez a fejlesztés talán nagyjából úgy nézett ki a hozzáállás meg a működés, hogy mi, mint az integrálás, inkább technikai oldalról szemléltük a dolgot, persze ez nem igaz, mert azért az üzletvezetés érdemben azért nem egészen így volt, de a mi fejlesztők inkább csak technikai problémákat koncentráltunk, és ezeket váltunk az ügyféltől, hogy ő technikai problémákat közöljön velünk, és ezzel nem volt mondani, működött igazából a fejlesztés, viszont főleg így két évvel később nagyon értem azt, hogy sokkal jobb az, hogyha az ügyfélnek nem kell igazából technikai jellegű problémákkal foglalkozni és megfogalmazni azt, hogy pontosan miért is van egy funkció eltörő, vagy miért akar másolyan működtetni egy funkciót, hanem az a legjobb, hogyha meg tudja fogalmazni azt, hogy milyen ügyfélje van az, mit szeretne elérni, mitől lesz neki jobb a szájt, és hogy azt mondjuk, hogy pontosan, funkcionálisan hogyan fognak működni dolgok, azokat jobb, hogyha mi tudjuk elvetteni. Viszont akkor nem volt ilyen szemléletmód nálunk még, illetve nem is nagyon lehetett, mert nem ismertük annyira a piacot és a szőzött igényeiket nyilván. De így ez volt nagyjából az első ilyen felőszik ciklus végén a helyzet. És ezután indítottunk egy új projektet közösen, ezt lehetnek nevezzük, ez a Real Estate Profile néven fut, egy Drupal 7-es disztribúció, és az volna a célja, hogy igazából nagyon sok ilyen ingatlanadatbázis oldalt tudjuk készíteni, és konkrétan abban az esetben egy harmadik fél számára kiáltottunk volna egy oldalt, és ennek a néven kezdtük el magát a disztribúciót is fejleszteni. Itt ugye már Drupal 7-re váltottunk, itt nagyon sok minden másokban elkezdtük használni egy feature-t, mivel a installatok fáj volt, ezért teszttartalmakat vezettünk be, minden egyes installáció után
egy importtal ezek a tech-tartalmak ott voltak, és akkor lehetett ellenőrizni, hogy a fejlesztések elkészültek-e és működtek-e. És igazából itt a feature branch jellegű fejlesztést azt nem alkalmaztuk, mivel nem volt igazából éles szág, amit el lehetne törni. Én minden csak bekamukoltunk a masterba, és ez egy ilyen egész is fejlesztésre megoldás volt. És maga a project management az tényleg egy ilyen sokkal szemben Scrum-ra váltott át. Ez azért volt lehetséges, mert igazából mi már akkor úgy ismertük a többi szájnak a funkcionalitását, és tudtuk, hogy ahhoz hasonlót kell készíteni. Tehát az ismertük az öbbi elvárásokat, ismertünk egy csomó funkciót, nagyon nagy részben mi tudtuk meghatározni a backlogot. Illetve mivel, hogy még először tényleg csak egy ilyen alapmagot készítettünk, nem nagyon volt frontend fejlesztés, és mint később került az ügyfélnek nagyon-nagyon fontos a frontend. Ott tudtam nagyon ellenőrizni mindig a dolgot, tudtam magát beleélni abba, hogy amit megvett volna, azt tényleg megkapta, és minden nagyjából csak backend fejlesztés volt, és amikor bedoztunk, akkor mindig csak egy szaglalt dupáfokfét mutattunk, ahol ott voltak a fieldek, meg a gombok, és egyébként minden működött, de annyira nem tudta átélni, hogy a helyzet így aztán igazából azt látta, hogy amit csinálunk, az jónak tűnik, és hagyta, hogy dolgozzunk, így aztán tudtunk egy nagyon standard Scrum megoldásban dolgozni, és egy egész jó tempót hozni. Ezután volt egy nagyobb váltás a cégben, ez 2003 elején volt, amikor 2-3 fejlesztő lépett be a céghez, és úgy alakult át a csapat, hogy a projekt csapat, hogy a két új belépőből kettő ebben a projektben és harmadik embernek még én voltam itt. És igazából mi hárman nagyjából csak ezzel a projekttel dolgoztunk, a munkaidőm a részét ezzel töltöttük, és ez nem is olyan régen egy céges retró során az egyik csapattag egy kegyelmi állapot néven apostrofálta ezt a fejlesztési szakaszt, mert akkor abszolút az volt, hogy tényleg tudtunk egyetlen valamire koncentrálni, és nem volt szép szorva több projekt között, és ez mindenkinek nagyon bejött, és jól tudtunk haladni. Ebben a szakaszban vezettünk be egy alapszintű automatizációt végén a projektnél, ugye mivel ez egy install profil volt, ezért ez úgy nézett ki igazából, hogy minden egyes alkalommal, amikor építettünk egy demo szájtot, akkor újra is találta a teljes profilt és a teszt alkalmakat beimportálta, és ezzel tudtunk tesztelni. Amire akkor nagyon figyeltünk fejlesztési szempontból, ez a kódminőség volt, elsősorban a coding standardek, illetve ekkor kezdődtek meg a frontend munkák, ami azért érdekes, mert akkor tapasztaltuk igazából, hogy az ügyfél tényleg sokkal aktívabban vesz részt a projektben, és akkor tanultuk meg, hogy ennél az ügyfél nagyon fontos tényleg a frontend. Ők csak akkor tudták érzékelni igazából látható fejlesztést, hogyha tényleg minden pixelre pontosan ott volt. És ez annyira így volt, hogy hiába adtunk el egy működő funkciót, magát ezt a funkciót rendesen megsintelve, hogyha alattalanul az oldalon még volt egy másik félkész funkció, amit nem akartunk, mert a videó volt, és nem volt megsintelve, akkor igazából ez nem tudták többiban értékelni, mert ennyire befolyásolta őket a megjelenés. És ekkor találtuk ki azt, hogy rendben van, ha ez így jó, akkor azokat a funkciókat, amik még nincsenek készen, azokkal először csinálunk egy statik HTML kis blokkot. Tudjuk, hogy majd később annak mi lesz a valós kimenet, egy pont olyan statik HTML-t készítünk, és akkor oda beillesztjük és besminkeljük, és ott pont úgy néz ki, mint hogyha kész lenne, és akkor elmondjuk az ügyfélnek, hogy azt nagyon olyan, mert az nem működik, viszont ott van egy szép, és én tök ezzel nagyon jól tudta értékelni az átadott funkciókat, és hogy szépen ránézett az oldalra, és az egész rendben van, és akkor tudja, hogy ezt a részét kell nyomogatni, akkor ott azt nyomogatta, és kipróbálta, és működött, és akkor jó volt. És akkor valamikor tavaly március környéken visszatértünk a régi Drupal szájtokra, azért volt, mert végül is a harmadik fél, aki meg akarta vásárolni ezt a fejlesztést, ő
listát, hogy miket kéne megcsinálni, és akkor mi bele is kezdtünk, úgy, ahogy majdnem egy évvel ezelőtt abba hagytuk, elkezdtünk a régi szájtokban, a feature bench-ekben dolgozni, és hát ugye az jött ki, hogy mivel tényleg nagyságrendnek már több volt egyszerre, mint egy évvel korábban, ezért a workflow hibája miatt itt nem volt föltaholódtak a feladatok, és az volt, hogy volt nagyon-nagyon sok feature bench, és nagyon-nagyon sok majdnem kész feladat, amiket az ügyfélnek előnéznie kéne ahhoz, hogy mi kirakhassuk élesbe, viszont ha éppen nem értem, vagy éppen egy kis hiba volt, akkor azt újra kellett kezdeni, és végén eljutottuk odáig, hogy minél bezárnánk a sprintet, egy-két nappal azt vettük észre, hogy igazából még egyetlen feladat sincsen igazából készen, de majdnem az összes majdnem készen van. Ez azt jelenti, ugye, hogy semmi sincs kész. Hiába dolgoztunk végig és túloráztunk is. Ez nem lett, ez rossz volt a teljesítménynek is, és ez rossz volt a hangulatnak is. Csak így bizonyítanak nagyjából nyíltetik és mint végig. Itt komik lista, hogy igazából csak folyamatosan ürözsöltük a bencseket, hogyha jó volt. Ha nem volt jó, akkor még akkor nem ürözsöltük belőle, hogy azokra bátszanak itt. És ezt úgy oldottuk fel, hogy kicsit próbáltunk föl kiszakadni ebből a megkötött számos megoldásból, és átmentünk egy ilyen kanbanos irányba, ami nem igazi kanban, meg a számos egyedi szám, de ilyet nem is lehet csinálni, és senki nem tudja, csak ahhoz hasonlított a legjobban, ezért nevezem őket így. És elkezdtünk egyszerre csak egy-két feladatra koncentrálni, és hogyha valami elkészült, és úgy gondoltuk, hogy az jó, akkor ingetjük az ügyfelet erősen, hogy akkor most mindenképpen néznek, és hogyha mit tudotta, akkor az volt a körítés, hogy azt fejezzük be, milyenből tünket kezdenünk, és hogyha fejlesztően máson dolgozott, akkor a fülele hagyta, és azt a taszkot folytatta. És így egyszerre mindig csak kevés feladat volt in progress. És igazából egy jobban tudtunk haladni, és amint elfordultam, hogy az ügyfél az rögtön élesítettük is, nem látjuk meg a sprint végét, hogy egyszerre adjunk át mindent. És ez azért így jóval simánban ment, de eddig nem mondjuk már pont elfogytak a taszkok ezzel az update-en. És ezután megszökött egy újabb projekt, ez már ennek az ügyfélnek egy saját szájtja, amit ráépítenénk erre a korábban elkezdett profilra. És ennek az a különlegessége még amellett, hogy ez már ez a hetes dupán alapú disztribúció. Erről az derül ki egyébként a fejlesztés megkezdése után két hónappal, hogy itt aztán nem lesznek userek se. Tehát a minden tartalmat anonymous userek szolgálunk ki, illetve nem lesznek elég userek sem, mert minden tartalmat egy adatközpontból töltünk le. Ennek az ügyfélnek van egy saját data-háza nevezetű ilyen ingatlan adatbázis, ami egy REST API-on keresztül tud kommunikálni, és akkor az volt a mondás, hogy innen töltünk le minden tartalmat, és periodikusan frissítjük. Ugye ez a projektnek az érdekessége, ilyen technikai szempontból, és akkor itt is új fejlesztői eszközöket, fejlesztési módszereket vezettünk be, itt tértünk át a régi saját kis Basscript-es CI szerverünkről a Jenkins-re, ahol tényleg naponta volt ez a full installos staging site építés, illetve már a Jenkins is ilyen build scripteket fokozott, aminek az a tulajdonsága, hogy igazából fejlesztők is ezzel építik a projektet, tehát kikonolod a GitRepo-t, és van egy ilyen rebuild.sh nevű script, amit ha letudtadsz, akkor fölépíti a projektet úgy, ahogy azon már ötöl lehet dolgozni. Ez azt jelenti, hogy letudtad egy testmészet, összeállítja ugye a modulokat, meg különböző GitRepo-kat. Akkor volt a CSS, lesz-ből forgattunk CSS-t, ezt is megcsinálta ez a build script. Azóta egyébként elteltünk azt, hogy azt is ugye megcsinálja. Illetve azóta jelentősen tovább fejlesztettük ezeket a scripteket, és most már mindenféle mást is tud csinálni, hogy teszteket futtat meg hozzák előriz, meg hasonló. De ebben a szakaszban igazából még csak egy ilyen rebuild funkciót töltött be. És maga a fejlesztési módszert az igazából maradt ez a
korábbi projektben látható kalmanszerű dolog, hogy egy-két alatt foglalkozunk egyszerre, azokat minél hamarabb megmutatjuk az ügyfélnek, ő ezt folyamatosan ellenőrzi, és igazából ekkor annyira a frekventerre tudott ő is foglalkozni a projekttel, hogy igazából a sprintvégi demókán csak úgy nézte ki, hogy akkor most megmutatom neked ezt a feature-t, és elkezdtem igazni, és mondta, hogy hagyjuk, én ezt ismeret láttam, nézzük a következőt, és előbb-utóbb az lett, hogy igazából csak úgy felolvastuk, hogy ki volt a backlog, és hogy ez akkor is stimmel-e, hogy tényleg ezeket csináltuk-e meg, és akkor kiderült, hogy igen, stimmel, és akkor mindenki örült, és úgy tűnt, hogy ez jó dolog végül is, aztán persze annyira nem volt jó. Mindenesetre eljutottunk odáig, hogy nagyjából egy ilyen elég jó és békés fejlesztési menettel ide januárban a szájt az vizizeltük, és a publik funk számára is elérhetővé vált, és mindenki örül. Egészen odáig, amíg egy kicsit később azt mondta, az ügyről igazából nem működik. De úgy gondoltuk, hogy működik, mert amíg eljutott mondta, hogy minden működ, de hát nagyon-nagyon lassú. Szépen tudok kezdeket, hogy hát mi ezt már akkor mondtuk, amikor a szervezet, hogy ez így kevés lesz. És azt gondoltuk, hogy ez így elég, hogy mondtuk, hogy a vas lesz, ők meg búlogattak, vagy nem, vagy de nem mondták, hogy nem oké. És akkor így mindent megtettünk, amit lehet. Persze aztán akkor rájöttem, hogy nem, igazából nem tettünk meg mindent. Úgyis ez tényleg talán az volt a legmélyebb pontja a két éves együttműködésnek. És akkor itt tényleg ilyen katasztrofális volt, hogy úristen, valami egy évig fejezettünk valamit, ami nem működik. Aztán sikerült megbeszélni igazából, mi is az ő problémája, és akkor egy gyors akcióval lecserélhetjük a szervert, amivel már egy háromszoros gyorsulást értünk el, és valóban voltak azért optimalizálni való dolgok a magának terméken is. Maga a kereső oldal, amire egyébként ki van, hogy ezzel az egész funkcionalitás az rettentően lassú volt. Bár mondjuk a szerelésre után már azért viselhető volt az is, de érezhetően lassú volt még mindig, és akkor azt mondtuk, hogy a Vue-hozott nekünk most egy kicsit már nagyon nehézkedő volt. És ráadottuk az egészet, ez csak hogy megmutassam, ez igazából úgy működik, hogy több ezer épület van adatbázisban, és amikor egy térképes kereső oldalt költünk be, mondjuk mindenféle keresési kritérium nélkül, akkor az összes több ezer buildinget leküldi a szájtnak, úgyhogy közben még a Vue kirenderelte ezeket a kis kártyákat itt, és magyarán több ezerszer futott bele egy teamfüggvénybe, amivel beloldolta a nódokat, még egyéb dolgokat számolt, és ez sokáig tartott, plusz még előre küldte le az összes ilyen kis kártyát, a PS-nek, ami meg óriási mennyiség volt, holott igazából valószínűleg a user nem tartunk, tehát csak 3-4 ilyen kis buborékra egyszerre, tehát tök fölöslegesen rendereltünk meg, küldünk adatokat. Mi az lett egy is a megoldás, hogy mivel nem volt annyira bonyolult maga a kereső logika, ezért eldobjuk a Vue-t. Ugye eddig is mögötte egy apas szolár szerver működött, és azt mondtuk, hogy a Vue helyett készítünk egy ilyen proxy függvényt, ami a kereső formból átküldi rögtön a lekérését a szolárnak, és gyakorlatilag a szolárnak a válaszát adjuk vissza a kliensnek, egy kicsit módosítva. Azt jelenti, hogy nincsen egy darab HTML sem ebben a válaszban, legyen csak az, hogy mik a koordináták, mi a building level, meg egy-két pluszolt, akit a kártyán látunk is egyébként, és a frontenden JavaScript-t rendeled a HTML-t akkor, csak akkor, amikor a user rákattint a kifuborékra, és így hát elképesztően gyorsan már tettük az egész rendszer. Na, és akkor igazából ezzel a kis mutatóval arra jöttünk rá, hogy csak akkor fogunk tudni valóban értéket hozzáadni a termékhez, hogyha tényleg a saját termékünként kezelő, csak akkor tudunk így, akkor tudjuk felismerni, az ügyfél kérése az megfelelő-e, és hogy igazából akkor tudunk felismerni hibákat és újabb lehetőségeket, hogyha így gondolkodunk. És ezek után akkor egy ilyen nagyobb paradigmaváltás történt éppen projektmenedzsment szinten. Az változott, hogy a kvintől kezdve
kevésbé kimondva, de én úgy gondoltak, hogy akkor nem tudom én is elfogadni dolgokat. Nem várok meg adott esetben úgy, hogy visszajelzést, hogy egy isú az valóban elkészült és kirizelhetjük-e, hanem hogyha mivel, hogy ezért nagyjából már ismerem elég jól az igényeket meg a rendszert, és el tudom dönteni, hogy az a funkció az elég jól működik-e, és hogyha igen, akkor ezt kihagyjuk. Ezzel ugyan nem tudjuk elérni azt, hogy hosszú távon befolyásoljuk, hosszú távon meghatározzuk a terméknek a működését. Üzleti sikerét azt viszont el tudtuk érni ezzel, hogy nincsen fennakadás a fejlesztésben, mondjuk azért, mert valamiért most éppen akadozik a feedback, mert mondjuk az ügyfélnek éppen volt ekkor párhuzamosan egy másik projektje, és azzal foglalkozott inkább, mint ezzel. És ennek igazából az ilyen technikai következménye az volt, hogy tényleg egy ilyen continuous delivery-t vezettünk be, mert eddig is igazából egy script volt, ami a masterágból megcsinálta a release-t, de ezen túl ezt tényleg akár naponta többször is használtuk, és kialakítottuk azt a módszert, hogy inkább csak kis módosításokra fókuszálunk, azokat minél gyakrabban tesszük közzé, és akkor kiderül, hogy működik-e és jó-e. Illetve elkezdtük kreatívan használni a technikál nevű dolgot, ami ugye egy ilyen két évű fegyver, adott esetben, hogyha van egy nagyon nagy fejlesztés, hogyha úgy látjuk, hogy az üzletileg már működik, viszont még van benne egy-két kisebb probléma, adott esetben egy mobil kijelző kicsit szét van esve, de egyébként működik a funkció. Az egyik, hogy nincsen benne olyan hiba, ami kritikus lenne az üzleti szempontból, akkor mi ezt a funkciót kiadjuk, kiteszünk az élesre, és nyilván utána még foglalkozunk vele, amikor ezeket a kis hibákat javítjuk. Adott esetben kis bőrtékeket is benne maradnak ilyenkor, amikre nagyon kell figyelni, hogy minél hamarabb eltöntjük a kódból, mert minden később lesz megvárjuk. Alapvetően ez egyébként jól működik, hogy egy kicsit gyorsan dolgozni és jól is dolgozni, viszont azért be lehet esni egy-két csapdába. És igazából átálltunk egy ilyen development branch jellegű verziókezelésre, ami direkt nem feature branchnek hívom itt. Az a különbség ugye, hogy a feature branch az arról szól, hogy egy új funkciót fejlesztünk egy külön git branchben, és amikor mondjuk, hogy a funkció kell, és nyilván jó is, akkor bemerüljük. Na most ez nagyon rossz tapasztalataik voltak ugye már a korábbi legacy projekteknél, meg egy másik projektnél is voltak ilyen nagyon nagy negatívumai ennek, hogy volt, hogy az ügyfél egy év után szólt, hogy most akkor a funkcióra 3.0-ra szükség van. Nyilván azokra azon nem csak már eltelegolva és rengeteg konflikt meg egyéb keletkezett, így ezt nem tudtuk igazából kiadni 3.0-ra alatt. Úgyhogy ez a feature branch nevű dolog, ez nem is működik nálunk igazából. A development branch nyilván nevezem én ezt, amíg a legosok annyit akarja, amíg fejlesztünk, addig az egy külön branchben lakik, és hogyha maga a funkció működőképes, akkor bemergyöljük a masterágba, és hogyha esetleg valamiért nincsen szüksége rá, hogy félnek még, mert mondjuk egy kampányhoz akarja indítani a középételét, akkor kikapcsoljuk egy feature switch-et. De lényeg az, hogy nem folyamatosan a masterágba dolgozunk, ami ugye akkor tök jó lenne, hogy nagyon-nagyon gyors automatizált tesztjeink lennének, mert akkor akar ki, hogy eltört valami, de ugye ez azért elég nehéz és megoldani sajnos, hogy legalábbis nekünk nem sikerült. Így aztán ugye nekünk most jelenleg integrációs tesztjeink vannak behatva, teszteljük meg a felületeket, de ez azért sokszor 10-20 percig is fut. És ugye ezt nem tudjuk minél és komit után lefuttatni, viszont mindig gézadás előtt, vagy mindig amikor egy feature bevezetjük a maszkedbe, akkor tudjuk futtatni ezeket. És igazából ez annyit változott az üzleti szemléleten is akkor, hogy innentől kezdve az ügyféltől nyilván nem várjuk annyira technikai specifikációkat, kárra körül nyilván, hogyha annak van körülünk, hanem elég, hogyha ő elmondja az ő saját kis üzleti igényeit, ezeket le tudjuk fordítani kisebb, apróbb szorítja, és meg tudjuk mondani, hogy ennek milyen technikai igényei vannak. Ez azért jó, mert az ügyfél tud foglalkozni az üzlettel, ami az ő dolga, ami az ő értük igazából jobban,
és mi pedig meg tudjuk kérni az üzleti igényét, és el tudjuk dönteni, hogy amit készítettük, az megfelel igazából ennek. Persze nyilván vannak nagyon kívül esetek, amikor nagyon nagy változtatást kell csinálni, akkor nyilván megvárjuk a 5.-6. jóváhagyást is, de általában erre nincsen szükség. Illetve annyi változott még, hogy ilyen sokkal több energiát dedikáltunk a projektmenedzsmentre, ami láthatóan javította is azért az együttműködést köztünk is az ügyfél között. Illetve nem értük be annyival, hogy csak a közvetlen projektmenedzsmenttel kommunikálunk, hanem sprintenként igenis tudjuk egy részletes jelentést storycontra levontva a vezetőigazgatónak is, mellette még gyorsan egy-két bekezdésben szavakkal is összefoglaljuk, hogy mi változott, és így, hogyha esetleg nem értenek magasabb szinteken egyet valamivel, akkor azt is meg fogjuk tudni elég hamar. És igazából ennyi volt, azt hiszem, igen. Remélem azért sikerült egy-két érdekes dolgot elmesélnem. Nyilván az olyan, hogy nem lehet minden pont úgy alkalmazni, vagy pont ugyanúgy alkalmazni, akár még projektenként is különböző módon kell, de remélem, hogy ezért egy-két hasznos dolog mindenkinek megragadt. És hogyha vannak kérdéseitek, akkor ezeket szívesen hallgatom. Köszönöm a figyelmet, és ne felejtsétek fel, hogy most lesz a fotózás.